Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy ilyen havi személyes jóslást, a díjam 4000 forint. Itt említeném meg azt, hogy minden hónapban megjelenik az ingyenes havi hírlapom. Minden kiadásnál van egy bizonyos téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás indiai asztrológiával együtt, 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megnézzük, hogy mire utalnak a kártyák. Első hét október hónapban itt látható. A fa az jelentheti a gyógyító erőt. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, akkor itt vannak beszélgetések, elismerés. A fa jelentheti a természetet is, hogy ez erőt ad számodra, egy szép kirándulás. Vagy, amit a még jelenthet ez a fa, a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Itt lesznek elismerések, fontos beszélgetések. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. Itt anyagiakról van szó, mivel itt van a lilium szimbóluma, itt tisztázódik valami, rendeződik az anyagi helyzet. Ez a medve, ez lehet a te élet erőd, itt megvan a fiatalos kisugárzás, az is lehet, hogy a gyermekek adnak erőt számodra. A medve lehet az apukád, vagy egy bizonyos személy, akinek szava van, aki döntéseket tud hozni. Ez lehet a főnököd, ez lehet egy bíró, és itt jó a kapcsolat, mert ez a személy megbízik benned, segít neked. Sőt, itt rendeződnek az anyagiak. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és a fejed fölött nincsenek kártyák. Az jelentené a gondolataidat, de titokzatos vagy, nem engeded meg azt, hogy mások átlássanak rajtad, és tudják azt, hogy mit tervezel. Második hét, október hónapban itt látható ez a férfi. Áll a középpontban, ez utal a férfiakra, a nőknél jelenti a lelki társad. A gondolataiban megjelennek a halak, tehát valamit tervez az anyagiakat illetően. Itt a torony, az lehet egy bank, valamit rendeznie kell a pénzügyi dolgoknál. Azon kívül itt látható a lilium, ez jelenteti azt, hogy ezt rendezi, tisztázódik valami. A lilium jelentheti a szexuális témákat is, ez megjelenik az ő gondolataiban, de a torony fogva tartja őt, tehát nem beszél nyíltan ezekről a témákról. Itt az utak és a kereszt is jelenti azt, amikor a sors utak kereszteződnek, egy fontos találkozás. Az utak és ez a kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, ami itt is látható, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. A kezébe veszi a kulcsot, jelenti az ő magabiztos fellépését, a lehetőségeket is, hiszen ezzel a kulccsal kinyílik egy ajtó, és élni fog ezzel a lehetőséggel, akkor is, ha itt a közelben megjelenik a felhő,
hogy még olyan kicsit bizonytalan, valami még átláthatatlan számára, különösen ami a szerelmi életet illeti, hiszen itt megjelenik a szív. De a munkahelyén is lesznek változások, hiszen ez a horgony jelenti a munkahelyet, a hivatást, és itt lesz egy szerencsés fordulat. Ami a párkapcsolatot illeti, itt van a szerelem a közelében, és odafigyel a horgonyra, szüksége van a biztonság érzetére, hiszen ott akar nálad lehorgonyozni. Itt a kasza olyan eseményekre utal, ami a hirtelen jön, amikor ő nem számít rá, lesz egy meglepetés. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Lesznek változások, lesz egy új irány. A könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést, de a zárkózottságokat is. A hold jelentheti az anyukád, vagy az anyai érzelmeket, de az álmokat, a vágyakat is. Itt van a felhő, és ezeknél az álmoknál, elképzeléseknél hiányzik a belső hit, vagy az akarat, hogy ebből lesz valami, de hamarosan kisüt a nap, megvilágítja ezeket a témákat, lesz egy új irány, itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Ez a lovas férfi lehet egy férfi, tehát egy barátság is, vagy jelentheti mindazt, ami mozog, sport, autó, kirándulás, költözködés, változások, ez kihat az otthonára. Vagy jön egy barát, egy látogató, vagy valami változik az otthont illetően, a családot illetően. A kutya jelentheti a házi állatokat is, vagy a barátságokat, vagy a hűséget. Itt lesz egy meglepetés, egy meghívás, egy jó hír, vagy egy látogatás. A virágcsokor lehet egy ajándék, vagy megszépítesz valamit az otthonodban, vagy valaki jó szándékkal közeledik, meglep téged. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Tekints a mélybe. Figyelj oda, hogy mit kellene megváltoztatni, hogy milyen úton járj. Itt a koporsó lehet egy örökösödési ügy is. Itt valaki megpróbál becsapni téged. Itt vannak a titkok. Ez a koporsó jelenthet régi témákat is, hogy valaki visszatér a múltból. De itt vannak még sebzett emlékek, vagy valaki meg akar bántani téged. Figyelj oda erre is. Ez lehet egy nő, hiszen a kígyó az jelenthet egy hölgyet. Itt vannak a problémák, nehézségek. De szerencsére megjelennek itt egy vonalban az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek eltávolítják azt a helyzetet, amikor nem volt mozgás, és megálltak az események. Az egerek eltávolítanak régi fájdalmas emlékeket. Az egerek eltávolítják a hamisságot, és eltávolítják a nehézségeket, sőt, az is lehet, eltávolítják ezt a nőt, aki ezeket a nehézségeket kiváltotta a múltban. Itt látható a szerencse, lesz egy új irány, ez a hajó jelenti a reményt hozzám, és a gyűrű a kapcsolatokat. Lehetnek új kapcsolatok is. Amit a hajó még jelent, egy utazás, vagy külföldi kapcsolatok, itt van egy jó hír, vagy egy meghívás, barátságok, és a gyűrű jelenthet valamit, ami visszatér hozzá, de ez kellemes, ez szép. És itt a hamis nő, meg a fájdalmas emlékek majd elmúlnak. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!